Sziasztok, Ádám vagyok, a Tel2.hu-t nézitek, a képen pedig a Pocketbook Surfart 2 tabletet láthatjátok, ami 7 szoros 1280x800 pixeles IPS kijelzőt kapott, ami magas fényerűvel, valamint egészen jó betekintési szögekkel is rendelkezik. A keret alul felül, így fekvő nézetben átlagos, viszonylag vékonyabb szélességű, talán egy picit vastagabb itt az oldalakon. Érdekesség az, hogy itt az előlapon apró kis pici hangszórók kaptak helyet, amik tényleg meglehetősen kicsinek tűnek, valószínűleg azért ezeknek a hangzása nem olyan jó, illetve természetesen, ha VGA is, de van előlapi kamera. A hátlap matt, fekete műanyag, egy egészen kellemesen kinéző kis kék színben. Itt oldalt, jobb oldalt helyezkednek el a csatlakozók, van micro USB, mini HDMI, egy reset gomb, egy jack csatlakozó, micro USB, illetve egy visszajelző LED is. A tablet tetején fekete műanyag gomb van, bekapcsoló, illetve hangerőszabályzó gomb, és tulajdonképpen ennyi is a kínálat, amit nyújt hardveresen a rendszer. Egyébként Rockchip LK3066 két magos processzor van benne, 4000 mAh-es akkumulátor és 1 GB RAM. A rendszer az Android 4.2.2 Jelly Bean, ez a bocsátás csak a 4.1-es talán. Ezt mindjárt le is csekkoljuk. Így van, 4.1.1 került a Surfpad 2-re. Viszonylag több programot is kapott egyelőre. Ezek még német verzió, nem tudjuk, hogy a hazai verzióra mi került, de valószínűleg ugyanezek a programok. Ez volt tehát a Pocketbook Surfpad 2 tablet 7 szoros kijelzővel. Kövessetek minket továbbra is a tel2.hu-n. Sziasztok!